van, hát nem legjobban. Seregélyesről jöttem biciklivel, hazafele kempingbiciklivel. A Szőlőkig jutottam körülbelül olyan 3 kilométerig. Akkor hát durrant a kerekem, hogy széjjel ment a szelepnél az egész. Így aztán kénytelen voltam visszatúrni seregélyesre a főnökhöz, ahol dolgozok. Aztán a kedves barátom, a Laci barátom pont jött autóval, aztán az vett fő a stoppolás következtében. Így jutottam most haza. És a bicikliben mi a teendő? Hát meg kellene javítani, de hát akkor a szelepen, vagy hát ilyen ragasztom nem biztos, hogy lesz. Majd megpróbálok egy belső gumit kivágni, aztán valahogyan összehozom. Ma a másik biciklinek a belső gumiát. Köszönjük, és sok sikert a javításhoz. Köszönöm szépen. Magának. Kérem szépen, seregélyesről biciklizek hazafelére. Reggel óta kétszer fordultam, hogy az útszélidő egy kis fát összeszedek, meg egy kis gyümölcs. Hát gyümölcsöt azt találtam. Hát van egy kis kukorica, egy kis alma, egy kis birsalma. Itt van benne, kérem szépen, a szatyorban. Ennyit találtam az útszélén, lepocsokba. A szerelvényt fölvettem, ugye, mert a rendőrség már azt mondta. A sárga már fokvetten kötelező, de a baleseti szempontokat figyelembe vettem, hogy inkább egy ilyen sisakot is főteszek a fejemre, hogy mégiscsak egy kicsit jobban vigyázzak magam, mivel hogy sokat biciklizek oda-vissza, egy nap kétszer is megteszem a 18 kilométert. Hát ez van. Köszönjük szépen, és balesetmentes közlekedést kívánok! Reggel. Jelenleg úgy kaptam egy idős bácsitól, azt mondta, hogy egy kis szociális segélyre ölé lesz, kis támogatásra. Hát majd hétfőn leadjuk, jelenleg mostan csak egyelőre hazavizem, begyűjtögettük. Meg hát kaptam egy kis kajára valót, amit meg lehet nézni. Egy kis baráti alapon összeszedtem a fa alatt, ami lepotyogott. Egy kis alma, egy kis körte, birsalma. Hát ez van jelenleg a helyzetben. Viszont biciklimmel meg el szoktuk menni bugászni, erre arra az úton szükszélen találni valamit, mint most is a Bagolyvárnak találtam egy ilyen fagylajtos tégelyek, jó, sok mindenrel jó, ki lehet mosni, vele lehet rakni gyümölcsöket üdőbe, vele lehet csavarokat a műhelyben. Hát így vagyunk. Köszönjük szépen!